Az angyal. A föld puszta volt még és üres, az évek számlálatlanul gurultak tova a nagy mindenségben. Azáziel egy barna földgyűremlés tetején állott. Növények alig látszottak itt közel, csak iszap, mindenütt iszap. Azáziel haja is iszapos volt, és a szárnya, mint hasárban henterget volna, és csak ugyan egy erdőn bugdácsolt keresztül, mielőtt kijött erre a pusztára, valami ág beleakadt a szárnyába, és mikor kirántotta magát, elesett. Visszafejlődött megcsonkult szárnyaival, járáshoz nem szokott lábaival az óriás angyal, még sokkal ügyetlenebb volt a földön, mint az emberek. Most csúnya, piszkos csöpekben csorgott hajáról a homlokára a sár, és szárnyáról fehér ruhájára ebben az esőben. A homloka a nagy, széles emelt angyal homlok volt még, de Istenem redős, és nem ragyogott már. A ruhája is csak névleg volt már fehér, piszkos volt és gyűrött, alul meg is hasadt. Térdig mesztelen, ázott nagy inas lábszára, gyötört bütykös ujjakat osztottak el a saru szíjai. Nézte az eget. Hosszú napok és éjszakák óta zuhogott az egyhangú zápor, szürke tengerré vált, vége láthatatlan a megáradt folyam. Az angyal porzadva gondolt az Isten kifürkészhetetlen szándékára. Nézte az eget. Ó, ha még egyszer felszállhatna, mint hajdan, túl a felhőkön, a tiszta és végtelen űrbe. Ó, ha még egyszer puszta lélekké lehetne, és szabadon elömölhetne a mindenségben. Gyűlölte ezt az ügyetlen mocskos testet, melyet magára vett, amelytől most már nem szabadulhatott. Mert nem arra teremtette őt az Úr, hogy itt a sárban bugdácsoljon. Eszébe jutott, micsoda kéjjel öltözött egykor ebbe a rossz testbe. Minden mozdulat az izmoknak ezer apró és ellenőrizhetetlen érzése, minden érintés, a ruha folytonos érintése és rúglódása a bőrön, a földnyomása a talpak alatt, a fény súlya a szemen, levegő, ha legyintette arcát, a lélegzés titkos boldogsága, mind új gyönyör volt neki, új kaland, felfedezés. Ide-oda jártatta a kezét, csak hogy érezze a levegő verését pórusain. A nyelvével kutatott a szájában, és minden fogát külön tapogatta. Mulatott rajta, hogy fény elé tartva ujját duplán látja. Mindene friss lévén olyan volt, mint a gyermek, és épp úgy élvezte ezt a testi létet. Mennyire megváltozott azóta. Mindez az apró érzés ma unt és terhes neki, mint megannyi bilincs. Ilyen gondolatok közt álltott a testben szenvedő Azáziel angyal, és mintha már örökké valóság óta állt volna egy helyben, így érzett most rövid perceket ő, aki egyszerre teremtetett az örök idővel, s évezredeken át könnyen szállhatatlan élete. Érezte most már, a test kínja a várakozás kínja, melytől végteremben nyúlik az idő, mint egy kígyó. Mindig cél, mindig akarat, minden perc csak ideiglenes, minden perc a következőre vár. Sehol egy nyugodt, igazi pillanat, ahol a lélek megvethetné magát, hogy szabadon szökhessen föl otthonos magasságaiba. Szelá, szelá, Arfaksád! Az angyal tölcsért csinált a kezéből, és a révészeket hívta. Hangjai, mint ázott madarak, az esőtől vakon csapódtak az iszap buckákba. Már a hangja sem volt a régi angyal hang. S hogy zuhogott az eső? Egyformán lassan, véges, sejtetlen. Azáziel átnedvesedni érezte ruháját, nehezedni szárnyait a víztől. Határtalan keserűség és harag futotta el, hogy várnia kell. Meleg vérhullám csapott az arcába, dobbantott. Tompán dobbant, nagy lába megpuhult földön. Arfaksád, szelá, átkozotta! Mély csönd volt. Csak a zápor ezer húrú hárfája zengett a végtelen térben, és messziről valami ismeretlen óriás állat csíró bömbölése hallott. Az angyal leindult a sáros folyóhoz, azon az úton, amelyen járt bús melegestéken az ember leányával, s később már egyedül, szabadságot keresve a magányban,
De akkor is jöjj egy rezgő, szúnyogoszlop tapadt rá, ment vele, ezer mérges csípéssel bosszantotta a testét, zavarta gondolatjait. Akkor is szúnyogok, most az esőcseppek. Ment, ment le a partra, a fiaira gondolt, akikhez igyekezett. És egyszerre a hajlásnál eléterült az egész panoráma. Hol vannak már itten a révészek? Kalibának híre sem volt sehol, a szürke tenger beborította az egész láthatárt. Arfaksád és Szerák sohasem fognak már elejébe jönni, mint mogorva szőrtelen kutyák alázatosan az ügyetlen lapáttal. Áradás! Áradás! Az Ázielnek elfacsarodott a szíve, mert angyali szíve volt még, megesett minden emberi szerencsétlenségen. Álva maradt a partnál, és szótlanul nézte a rengő és pattanó sűrű köröket, amiket a zápor csinált a végtelen folyó. Ó, jaj, mi lehet a szándéka az égnek? Különös formájú nagy sötét madarak szállottak alacsonyan a víz fölött, elmosódtak az esőrácsa közt. Messzebb egy óriás, krokodilszerű lény kapaszkodott föl az iszapban. Elhagyott vidék volt ez már egészen. Azáziel a fiaira gondolt. Szinte látta már a mérhetetlen repülő sárkányokat, a lusta nagy ormányosokat, ormótlan, agyart, lötyögő bőrt, akik majd meg fognak itten telepedni, akikkel az ő fiainak kell majd megküzdeni. Büszkén képzelte a harcban a fiait, az óriásokat. Az ápolt csak petyezte a vizeket, vigasztalan nyúlt a nagy szürke tenger, de Azázielnek nem volt kedve visszamenni. Az asszonyára gondolt, az ember leányára, kicsinyes szemrehányásaira, szeszélyeire, amikkel várja otthon a nagy szürkeségben. Visszamenjen. Ó, micsoda silány ez az élet! Szépek az ember leányai, szemeik szelídek, mint egy planéta alkonya, ajkukon az élet vöröse hívogat, de a lelkük törpe és önző. Nem a lélek nagy bennük, csak az élet, egy rész az Isten életéből, amelyet Évába lehelt a hatodik napon, egy szikra az örök, meleg, tenyésző életből. Ez az élet csábította az angyalokat, amikor az Isten fiai látták az emberek leányait, hogy szépek volnának, és vették maguknak feleségeket mindazok közül, kiket kedvelnek vala. Ez az élet csábította őt is, mivel hogy az angyaloknak nincsen életük, mert ők tiszta lelkek, és megkívánták a meleg testi életet, és vettek maguknak testet és feleségeket. Azáziel elfeledte útját, a záport, az eltűnt révészeket. Abolibach szépségére gondolta, mint várta őt, mennyei szeretőjét ragyogva és sejtelmes vágyakban lihegve a part magas fokán. Önmagára gondolt, arra az időre, amikor először erre a földre szállt, tele szerelemmel és szeretettel az emberek fiai és leányai iránt, kész bebörtönözni magát értük-e kicsi csillagon, kész elszenvedni a keserű halált, ajándékokat hozva és áldozatot az egész világnak, angyalésszel még, angyalérzelemmel. Dédelgető reményt hozott egy különös fajba, mely földből és Istenből született. Ó, ha a mély és meleg élettel, amely az embernek adatott, angyali erő és okosság szövetkezik, mi nem lehet még az ember fiából? És most visszaemlékezett Abolibachra, aki útjába állott terveinek, nem gonoszságból, csak kis lelkűségből. Aki visszatartotta a könyörülő kezét, melyet az emberek felé nyújtott, aki lenyírta okosságának szárnyait. Mert minden perc, amelyben szelleme tovaszált, hűtlenség volt a test és asszony irányt. Minden adomány, amit másnak adott, őt rövidítette meg, őt és a gyermekeit. És szép volt Abolibach. Olyan szép, hogy amikor elébe állt, semmit sem látott tőle a világból. Még most is szép volt, mert annak az ősidőnek asszonyain nehezen tudott győzni az idő. Mégis hervadt lassan, mint a rózsa. Ennek a hervadásnak illata betöltötte a házat, betöltötte Azáziel szívét. Az elpazarolt esztendők gúnyosan búcsúztak sorban az angyaltól, aki emberré lett.
mennyi mindent remél csinálni angyal erővel egy ember életben. S mit tett? Asszonyi perpatvarokat simított el otthon jósága szavaival, juhait számlálta esténként, és ellenőrizte juhászait és számadóit, határait védte a szomszédok ellen, fölvigyázott nappal a mezei munkára vagy Szilaj fiait dorgálá. Ezzel telt el az egész élete. Mindig cél, mindig eszköz, és mindig holnapra maradt az, amiért mindez érdemes volt. És a fiai, a Szilaj fiúk nagyra nőttek. Nákhor és Hárán. Már tudta Azáziel, hogy ők az a nagy holnap, akikre minden maradt, akiktől mindent várni lehet. Már tudta, hogy maga csak eszköz volt, egész élete, embersége eszköz. Az angyal embersége, emberi szerelme, hogy mennyei erőt adjon ennek a földi fajtának, amiből kisudárzott ez a két óriás fiú. Mert nem közönséges emberi gyermekek ezek, hanem mennyei erő lázong és tüzeskedik bennük, és ők viszik az angyal ajándékát az emberfiainak. Azáziel egy úszófa törzse ülve hajózott át a megtagadt folyón, a túlsó partra, ahol a fiai laktak. Csuromvíz volt már, de nem törődött semmivel, köntösének elszakadt szárnya a habokba nevezett utána. Áradás, áradás. Mögötte is elködlött már a part, mindenfelé csak víz meg eső látszott. Az első szálak, mint ezer tűszúrás, juggatták, hasogatták az engő vizeket. Úszott. Úszott az angyal, mint egy különös folt a sárga vízben és szürke esőben. Mi gyarló ez a szűk, beborult planéta? Ó, Hárán és Nákhor! És aztán a túlsó szélen bokáig nyomódott láva az iszabba, és aztán az erdő, a rettenetes fák sötétje borult egyszerre föléje. Micsoda sötétség! Itt a zápor, mintha elállt volna, csak valami titokzatos zúgás, zengés, csapkodás üzente felülről, hogy szakad még, és veri az áthatolhatatlan lombozatot baljóslóan, kérlelhetetlenül, mintha egy kábulatos vízesés alatt menne el szárazon valaki. És közben titkos surranások, riad bőgések messze. Az angyal tapogatva követte valamely óriás állatnak kizúzott csapását. Ó, Nákhor és Hárán! Ti most nyugodtan ültök erdei házatokban az esőtől kopogó cédrus deszkák alatt. Pihen erőtök, és nő a záporban, mint a buja vetés. A házatok bizonyosan kész már szép cédrus deszkákból. Két nagy szarva van, napkelet és napnyugat felé, és két nagy udvara. Az egyik szarvában lakik Nákhor az asszonyával és 30 rab nőjével. A másik szarvában lakik Hárán asszonyával, és az udvarban vannak a tevék. Összvérek. Körös körül nagy tüskés kerítést csinált Hárán hegyes lécekből a vadállatok ellen, míg Nákhor a vastag fatörzseket vágta és faragta óriás kezével, mert óriások ők, és elméjük több, mint emberi. Kieszelik ők a hasznos dolgokat, és megismertetik az ember fiaival. Így tűnődött Azáziel angyal az erdőben, és lelke megnyugodott. Eszébe jutottak a szegény révészek, akiknek házát elsöpörte a haragos folyó, s gondolata merészé melegedett. Miért ne tudnának az ő óriás fiai nagy gátakat építeni a folyó partjára, és visszatartani angyali erejükkel a pusztító útjában? Legyőzni a folyót, s megmenteni az embert, s ami az emberé. Az angyal gyorsabban ment, s nem sokára világosodni kezdett előtte az erdő. Ott van a tisztás, a fiai háza. De akkor csodálatos sistergés vegyült bele az eső kábító csapkodásába, mintha millió kígyó sziszegne az irtásban, vagy ezer óriás színá a fogait. Egyre közelebb szólt, s már olyan volt, mint egy nagy boszorkánykonyha, fővő üstökkel, tűzre csöppenő eleven zsírokkal. Az angyal széthajtotta egy utolsó bokornak ágait. S egyszerre meglátta a sistergés okát. Micsoda látvány volt! Éget, párolgó gerendák sisteregtek az esőben. Finom köd alatt, melyet az eső csinált,
Romban és üszökben hevert a gyönyörű cédrusház kétharmada. A deszkák és oszlopok egymás hegyin hátán feketén hamuban, itt-ott egy kis parázs is nyitogatta szemét, mint a hetes eső, nem tudott eloltani. És ködlött és sistergett az egész, hol itthol ott lelt a sziszegő zaj percre élesebbé, mintha egymásnak adnák át a szót a forró, meggyötört fatörzsek, majd meghalkult, pöfögött, bugyborgott, közbe zengett egy-egy nagy pattanás, hasadás. A tűz és víz iszonyú harca volt ez a szegény cédrusok holttestei fölött. Az angyal közelebb ment. Nákhor épségben maradt házrészén dúlás nyomai látszottak. A kerítés kitört, a házhomlok vastag gerendáin fejszett csapások fehér helye maradt. Az Ázielnek elszorult a szíve. Micsoda iszonyatos ellenség lehetett, aki az ő óriás fiait megmerte támadni. Nákhor azonban vidáman állt az ajtó mögött. Egy erős vesszőt tartott a kezében, melyhez állatbélből készült ruganyos húrokat kötözgetett. Mi történt? S hol vagyon Hárán a te atyád fia? Kérdezte Azáziel. Ó, atyám, örvendj fiaid diadalának! Felelt Nákhor szemeit fölvetve. Hárán messze befutott az erdőbe. Házát felégettem, szolgáit leöltem. Hetekig kovácsoltam a tervet ellene, mert sok emberrel kellett megküzdenem, s a tűznek engedtem ennen házamat, hogy égni lássam az övét. Ő is készült ám én ellenem, de nem tudott meggyőzni. Most én ölelem az ő asszonyát, ki az enyémet akarta elvenni. Fut ő most, féme, én íjat gyártottam angyali eszemmel, hogy őt üldözhessem. És aggódva nézett az ég felé. Ez az eső megpötyögösíti az íjamnak húrját. Mondd meg én nékem, atyám, hogyha tudod, mi lehet a szándéka az égne. Azáziel nem felelt. Szemei a párolgó romokra tapadtak, melyeknek tetején egy csomó emberi hullát fedezett fel. Az esővíze szétfolyt a hullákon, és nagy csúnya kutyaféle állatok ólálkodtak körülöttük. A házból hallatszott, amint Nákhor szolgái nehéz kőbaltákat köszörültek, és az ajtóban állott az óriás, az angyalnak fias, angyaleszével s óriás kezével íját mesterkélte. Ó, atyám! Kiáltott. Te tőled kaptam ezt az ügyességet. Olyan fegyverem lesz, amilyen még nem volt halandónak. Ez alatt a menekült Hárán is készült az erdőben. Az eső pedig zuhogott lassan, egyformán, végtelen. Patakokban csorgott ki a sistergő gerendák közül. Tavakat csinált a tisztáson, leverte a fáknak lombozatát. Azáziel az égre tekintett. Ó, ha még egyszer felszállhatna, mint hajdan, szabad és tiszta lélekké lehetne. Az égre tekintett, az esőző égre, és most már megértette, mi az Úr szándéka.